Akutagavarjunoszuke, a pók fonál. Magányosan őgyelget Budha egy napon a paradicsom lótusztavának part szegélyén. A víz fölött a virágzó tavilótusz olyan fehér volt, mint a gyöngy, s a széttárt szirmok közt az aranybibék és porzószálak mondhatatlan illattal töltötték meg a levegőt. Reggel volt a paradicsomban. Budha egyszerre megtorpant a vízparton, és a tó felszínét beborító levelek közt, egy nyíláson, lenézett a mélybe. A pokolpadozata éppen ott volt a paradicsom lótusztavának mélyében. A szanzuro kavát, az alvilág folyóját, s a hári nojamát, a rettentő hegyet olyan tisztán lehetett látni a tó kristályvizében, mint a három dimenzióban mutatná őket a mélység. Butha ekkor megpillantott egy Kandata nevű embert, aki a többi bűnössel együtt ott a pokol fenekén. Kandata valamikor híres betörő volt, fosztogatott, gyilkolt, házakat gyújtott fel. Egy jó tettet azonban mégiscsak a javára lehet írni. Egyszer, mikor keresztül vágott a sűrű erdőn, észrevette, hogy az út mentén mászik egy pó. Kandata felkapta a lábát, hogy az állatkát halálra tapossa, aztán hirtelen ezt gondolta. Nem, mégsem. Ennek a semmi kis élőlénynek is van lelke. Igazán nem volna szép, ha gondatlanul elpusztítana. És hagyta, hogy tovább másszon a pók. Ahogy lenézett a pokolba, Buthának eszébe jutott, hogyan mentette meg kandata a pók életét. S a jó cselekedet jutalmául Budha elhatározta, Ha alkalom nyílik, kiszabadítja kandatát a pokolból. Szerencsére, amint körülnézett, meglátott egy pókot, Amely éppen szépséges ezüst fonalat szőtt, A jégmadár színű lótuszleveleken. Budha erősen fölemelte a pókfonalat, fonalat, Megfogta, és a gyöngyfehér virágok közt, a nyíláson át, lepocsátotta a pokol mélységes fenekére. Kandata a többi bűnössel együtt, hol fölbukott, hol alámerült a pokol padozatán a vértócsába. Szurok sötét volt mindenütt, és amikor néha valami átszikázott a sötétségen, az csak a hári nojáma villogása volt, még a sötétségnél is írtózatosabb. S aztán a temető csendje volt a mélyben, És semmi hang, Csak egyszer-egyszer a bűnösök elfúló sóhajtása. Aki már ideig jutott, úgy kimerült a pokol Felsőbb rétegeinek sokféle gyötrelmétől, Hogy nem maradt ereje a jajgatása se. Így aztán Kandata, akármilyen híres betörő volt, Társaival együtt fulladozott a vérben és vergődött a tócsában, mint a haldokló béka. Aztán eljött a pillanat. Kandata véletlenül fölemelte a fejét, és ahogy fölnézett, a vértócsa mélyéből az égre látta, hogy egy ezüstös pókfonál ereszkedik le éppen ő felé, a magas, magas mennyországból. Lassan, és halvány csillogással a szótalan sötétben, mintha félne az emberi pillantástól. Kandata összecsapta kezét örömében, ha belekapaszkodna a pókfonálba, ha felmászna addig, amíg a fonál engedi, biztosan megmenekülne a pokolból, az ördögbe is, ha minden jól megy, még bekerülhet a paradicsomba, s akkor soha nem kergetik fel a hárinója mára, és nem kell a vértócsában elmerülnie. Ahogy ezt végig gondolta, már meg is markolta a pókfonalat, és teljes erejéből mászni kezdett fölfelé. Híres betörő volt, régóta ismerte az efféle módszereket. Hanem a pokol ki tudja, hány milliárd mérföldnyire fekszik a paradicsomtól, akármennyire neki gyűrközött kandata, nem volt olyan könnyű kijutni innen. Erőlködött valameddig, de végül úgy kimerült, hogy egy hüvelyknyit sem bírt följebb kúszni. Mit volt mit tenni? Kényszer pihenőt tartott, és ahogy ott csüngött a pókfonálon, lenézett a mélységes mélybe. Mostanáig annyira erőltette a mászást, hogy a vértócsa, amelyben nemrég még fuldokolt, legnagyobb ámulatára teljesen eltűnt odalent a sötét messzeségben és az írtózatos hári már homályos tűvillogása is alulról érkezett. Ha, oh, tehát ilyen iramban mászik fölfelé, könnyebben kiüt a pokolból, mint ahogy gondolta volna. Összekulcsolt kézzel lógott a pókfonálon, és nevetett kandata, és kiabált úgy, ahogy soha az odalent töltött évek alatt, és harsogta, hogy sikerült, sikerült. És akkor hirtelen meglátta, hogy a mélyből meg annyi bűnös követi őt a pókfonálon, és hogy ő másznak följebb és följebb, mint a megerett hangyaboly. Kandatának belekáprázott a szeme széles szája bambán kinyílt a csodálkozástól és a rémülettől. Hogy fogja ez a hajszál finom pókfonál, amely őt is épp csak hogy megtartja, kibírni ennyi ember súlyát? Ha ég és föld között elszakad, akkor hiába küzdötte föl magát idáig, maga is fejjel vissza zuhan a pokolba. Nem. nem, ez rettenetes volna, ez nem történhet meg. Közben pedig a bűnösök százai és ezrei hemzsegtek kifelé a sötét vértócsából, és teljes erejükből igyekeztek a magasba, a csillogó, hajszál finom pókfonálon. Ha most sürgősen nem csinál valamit, a fonál mindjárt ketté szakad, és ő a mélybe hull. Gandata felüvöltött. Hé, ti bűnözők! Ez a pókfonál az enyém. Ki a fene mondta, hogy rámásszatok? Eresszétek el! Eresszétek el! Ebben a pillanatban a pókfonál, amely mostanáig semmi elét sem mutatta a gyengeségnek, hirtelen csattamva errepett azon a ponton, ahol kandata belé fokócott. Minden hiába. Még sikoltani sem maradt ideje. Nyílegyenesen. Fejjel lefelé visszazuhant a sötétségbe, sebesen pörgött, pörgött, mint a búgócsiga. A pókfonál pedig, a csillogó és hajszál finom pókfonál. Rövidre szaggatva csüngött a holtalan, csillagtalan égből. Amint ott áldogált a paradicsom lótusztavának part szegélyén, Budha közvetlen közelről szemlélte mindazt, ami történt. És mikor kandata lesüllyedt, mint a kő a vértócsa fenekére. Budha tovább sétált a parton, és elszomorodott. Mert az, hogy kandata a maga hideg szívével, csak a saját életét mentette volna meg a pokolból, és hogy ezért elnyerte méltó büntetését és visszahullott a pokolba, Buthában mélységes szánalmat ébresztett. De a paradicsom lótusztavának virágai nem törődtek az efféle dolgokkal. A gyöngyfehér virágok buthalába erőt himbálóztak, s ahogy himbálták magukat, a széttárt szirmok közt az aranybibék mondhatatlan illattal töltötték meg a levegőt. de vuelta para dicha un